Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Május 11-én kinyílik egy égi kapu a plejádok felé. Egy portál nap lesz. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. Hogy miről van szó, erről beszámolok ebben a videóban. E-mailen keresztül jelentkezhetsz a szertartásra. Az energiai egyensúly az, mint mindig, 4000 forint. Az, hogy mikor van egy portál nap, azt a maják számították ki. A forrás az a maja naptár. Erről beszámolok naponta a Facebook oldalamon, Dendera Susanna Medici. Ebben a maja naptárban vannak hullámok, vagy rezgések. Ez olyan, mint nálunk a hét. De náluk ez 13 napig tart, és a majáknál a 13-as szám az egy misztikus szám volt, és ők úgy gondolták, ez a 13-as szám szerencsét hoz. Ez a portálnap, május 11-e, ez a 13. hullámban van, ami eltart május 21-ig. Az egész hullám felett ami földünk uralkodik. Az azt jelenti, hogyha mi ebben a 13-as hullámban valamit indítunk, akkor az megvalósul. Itt kiformálódik akkor valami. Ez a portálnap, ez a 3. nap ebben a 13-as hullámban. Ez azt jelenti, hogy itt vannak kapcsolatok, itt vannak szerződések, és együtt lesz egy új irány. Vannak új tervek, ami ebben a 13-as hullámban megvalósítható. Ez lehet munkahelyi kapcsolat, munkahelyi változások, ezek lehetnek családi kapcsolatok, vagy stabilizálódik valami a párkapcsolatban, hogy közeledtek egymáshoz, megvan a kapcsolat, beszéltek egymással, és vannak közös tervek, ami megvalósítható, ami változásokat vált ki a párkapcsolatban. Ebben a maja naptárban vannak szimbólumok, minden nap egy másik. És ezen a portál napon Kauak uralkodik. Kauak lefordítva viharos esőt jelent, ami itt a képen látható. Tehát vihar van. Lehet, hogy ezen a napon átélünk valamit, ami kellemetlen lehet számunkra, de utólag majd rájövünk arra, hogy erre szükségünk volt. Lehet, hogy eddig olyan kényelmesen intéztük a dolgokat, de most jön ez a vihar, felébreszt bennünket, és tudjuk azt, hogy ez fontos, akkor is, ha kellemetlen. Mint ahogy az eső is fontos a természetnek, kell a vihar is néha. És ugyanúgy van az életünkben is, hiszen a vihar után megnyugodnak a dolgok, kisüt a nap, tisztázódnak bizonyos események, vagy tisztán látunk bizonyos dolgokat. Én összefoglalnám, hogy miről van szó ebben a portálnapban, miről van szó ennél a szertartásnál.
Itt érzékenyek vagyunk, hiszen kihat ránk egy finom energiamező, másképp érezzük a dolgokat. De ez lehet a gyógyító erő is, ez lehet egy spirituális terület is. Keresünk kapcsolatokat. Az is lehet, hogy valaki közeledik hozzánk, felveszi velünk a kapcsolatot, vagy vannak esélyek arra, hogy aláírjunk bizonyos szerződéseket. Miután ez megtörtént, akkor lesz egy közös terv, egy közös irány. Ezek változások. Mielőtt ezek a változások kialakulnak, és a tervek megvalósíthatóak lesznek, először lesz itt egy vihar. Lehet, hogy pontosan ezen a napon éljük át ezt a viharos helyzetet. De ez a vihar, ez fontos számunkra, mert ha nem így lenne, akkor kényelmesen néznénk a dolgokat, nem lennének változások. Az is lehet, hogy itt szerelemről van szó, és ő például benne van még egy párkapcsolatban, és kényelmes, nem akar kilépni ebből, és te ezen a viharos napon kimondod a véleményedet. Kimondod azt, hogy nincs kedved évekig várni rá, mert ő kényelmes, és ez a vihar, ez a viharos helyzet akkor ahhoz vezet, hogy ő felébred, és rájön arra, hogy igazad van, hogy lépnie kell. És ezáltal tisztázódnak bizonyos dolgok, vagy ő tisztázza a hölgyel, hogy tulajdonképpen téged szeret. Tehát lehet egy ilyen helyzet is, amire kihat ez a viharos eső. De lehetnek más témák is, munkahelyi változások, vagy valami változik a környezetedben, az is lehet, hogy a családban van a vihar, és először lesznek félreértések, viták, de utána kitisztulnak bizonyos dolgok, tisztán látod a helyzeted, és lesznek új ötletek, ami megvalósítható. A vihar után kisüt a nap, és sikereket hoz. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett ez a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy keresd meg a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!